A nyíregyházi állatpark talán legnagyobb varázsa, hogy egy tölgyerdőben, természetközeli kifutókban mutatja be földünk állatvilágát. A különleges programok mellett, mint a fókasó vagy a papagáj bemutató, a legnagyobb érdeklődést a Maki erdő övezi, ahol a bátrabb vendégek félmajmok között sétálhatnak. A Tarzan ösvényének Maki erdejében a Madagaszkár című animációs filmből ismert gyűrűsfarkú makikat lehet testközelből megfigyelni. A park trópusi házából nyíló majomerdőben pedig a főemlős rajongók egy másik fajjal is megismerkedhetnek, a barna bundájú majot makikkal. Ebben az állatbemutatóban idén már két apróság is született. A legfiatalabb még nagyon parányi, mindössze néhány hetes. A majot maki csapat legújabb apróságja jelenleg anyja hasán kapaszkodik, de hamarosan anyja hátán vagy a csapattag többi tagján fog majd lovagolni. Féltve vigyázzák minden egyes pillanatát a legújabb jövevénynek, aki jelenleg anyatejjel táplálkozik még, de hamarosan zöldség és gyümölcsféleket is fog fogyasztani. A sárga szakállas makik igazi légtornászok, ügyesen mozognak a fák ágain, nem ijednek meg attól, hogy hatalmas ugrásokkal közlekedjenek egyik fáról a másikra. Főként gyümölcsökkel táplálkoznak, de alkalmanként virágokat, nektárt, leveleket vagy magvakat is fogyasztanak. A Nyíregyházi Állatpark trópusi házából nyíló állatbemutató különlegessége még, hogy a makik hatalmas szárazföldi hüllőkkel, sarkantyús teknősökkel élnek közös kifutóban. És az erdőből átláthatunk a világ legnagyobb szárazföldi emlőseire is, az afrikai elefántokra.